Sziasztok, Lilacka vagyok, és itt vagyunk egy újabb Clash Royale videóban. Középső karakteren vagyunk, méghozzá a Spark és Deckkel, ahogy láthatjátok. Mentem ma egy meccset, élőben fel is vettem, de most a gépen vacakó, úgyhogy nem tudtam meccsen megvalljuk visszajátszásra megnézni, hogy hogyan is zajlott és mi lett a végén. Oké, ellenfelem 10-es szintű, ahogy én is. Yasser-nak hívják, és valami valószínűleg közel-keleti klánból van itt ellenem. Na nézzük mit, ugye nem láttam a kártyáit nyilván élőbe. Megpróbálom úgy közvetíteni, ahogy akkor történt. Hát egy gólemmel indított kollektor nélkül. Hát a kártyakészletemben egyetlen egy kártya alkalmas, hogy leszedje ezt a gólemet. A Sparky, úgyhogy le is dobtam a Sparkyt, de gondoltam nem nagyon védtelenül, ment utána a Witch. Hát gondoltam, hogy lesz support, nyilván egy gólem nem egy magába jön. Nagyon ügyesen lelogolta a skeletonokat, amit már csipegethették volna a gólemet, és még bele is zeppelt. Raktam egy wizardot, hogy az ő wizardját lője, annyit értem el, hogy letargetelt a Sparky-ról. De meghalt a gólem, és most jön a wizardja, úgyhogy kapásból 1250 HP-val indult az emberünk. Na mondom, remek. Ideje lesz kollektorozni. Nagyjából sejtettem, hogy lassú a deckje, hiszen gólemes. Itt elhasználtam a zeppet, muszáj volt. Úgyhogy gondoltam, teszek most már végre egy kollektort, ennek a decknek is ugye az alapja az első két perc. Megint gólemet tett és egészen hátra. Ő nem kollektorozik, nem kollektorozik. Akkor még nem láttam, lesz majd egy furcsa kártya is benne, mert mindjárt jönni fog. Tehát jött a gólem, én raktam egy kollektort. Szerettem volna, hogyha a gólem átjön és saját térfelemen tudok védekezni. Magyarán a supportját le tudom majd támadni a híd környékén. Fokosan hátrébb tette, de lőtávolságban. És most jött az én wizardom, hogy leszedje az ő wizardját. Sparky dolgozik, de hát leszedi a váramat, úgyhogy van baj. A goblinok még besegítettek. Úgyhogy 1-0 oda. Én még nem is sebeztem szinte. Szokás szerint jól kezdődik a meccs. Na, viccsekkel kivéttem a maradék kis apróságot, és mondottam, most már támadjunk. Nem tudom, miért bal oldalt támadtam, jobb oldalt kellett volna. Ezt utólag visszanézve elrontottam, viszont a kettő közé sikerült bepasszírozni a Sparkyt, hogyha ez nagyon durva volt, ez jó sikerült. És jön a 13-as maxos minion horda. Végre egyszer mázni van a Sparkyval, most nem meghalt utolsó lövésénél, hanem pont belelőtt a várba, úgyhogy már is egy-egy. És már végre dupla elixir time-ban vagyok, úgyhogy ott már az nekem nagy elég. Oké, és dobta a gólemet az én térfelemre. Skeleton army-val burkol, ez nagyon durva kombó. Mert itt nem a gólemet targeteli semmi se. És berage-elte, ez az a mocsok kártya, amiről beszéltem, mert berage-elte, és ott a wizard. Pusszalóg. Közben belengedte ezt a brutál push-t, úgyhogy nekem csak védekezni kellett, tudtam, hogy ők megoldják, viszont 2-20 bele zeppel, 152 HP-n maradt, van még 5 másodperc váltani, rakított Firebolt vagy bármit. Raktam egy witch-et, és nagy nehezen megnyertem a meccset, hát nem semmi meccs volt. Közben még a deck erősségét az utolsó pillanatban érdemes lesz nézni, és esetleg tekerjétek vissza, hogy a witch annyi skeletont kispawnolt itt a végén, hogy egyszerűen már egy skeleton army volt itt az ő vára környékén, hihetetlen. Tehát szerintem nagyon OP ebbe a deckbe és a Witch. Na, úgyhogy ez volt a ma délutáni meccsem, megnyertem Yasser ellen. Aminek következményeképpen kaptam 32 kupát, és fölmentem 3822-re, úgyhogy a második karakterem Arena 12-es lett. Jelen pillanatban van egy 10-es, még kettő 10-es van, egy 12-es és egy CH1-es. De a Lavaloon az nem sokára megy 11-be, úgyhogy egymás után lesznek mindig ilyen lépcsőzetesen 10, 11, 12 és CH1. Úgyhogy a lényeg a Sparkish deck, a level 3-as Sparkish deck fölment Arena 12-be, hát nem itt van a helye, szerintem CH2 minimum, úgyhogy a következő részben majd a CH1 kapujába fogok jelentkezni, remélem, hogy hamarosan, ha lesz rá időm, akkor megnyomom. Hát, hogyha tetszett ez a deck, akkor próbáljátok ki nyugodtan, aki szeret Sparky giantezni. Ugye végtelen verziója van, Skeleton Army is, Executioner, tornádós, tehát Exenádós, mindenféle fajta van ugye a neten. Én ezt a verziót használom, hogyha tetszik, akkor próbáljátok, és akkor a komment szekcióba írjátok meg, hogy nektek is bevált-e. Nekem eddig bevált főleg a Witch-el és a Poison-nel. A célom az 5-ös Witch vasárnap, következő héten nekiindulok az 5-ös Poison-nek, és utána majd újra a Witch jön majd 6-os
irányába, úgyhogy az ötös Poison az már szerintem nagyon jó. Ha tetszett a meccs, az Arena 12, akkor dobjatok egy lájkot, és aki még nem tette, az iratkozzon fel a következő tartalmakért. Köszönöm, hogy itt voltatok, megnéztetek ezt a részt, legközelebbi részben is találkozunk, sziasztok!